Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. Varga Mihály pénzügyminisztert kérdezzük a kazak konzulátusról, hiszen az első perctől kezdve segítette ennek az elindítását. Egy élénk vita folyik még manapság is arról, hogy a magyarok honnan származnak, kikkel rokonok, vagy kik nem. A kunok esetében szerencsére ilyen vita nincsen. A kun egy türk nép, szoros rokonságban a kazak néppel, és azokkal a népekkel, amelyek Közép-Ázsiában élnek. Ez ösztönzött bennünket arra, hogy 20 évvel ezelőtt, fölvéve a kapcsolatot a kazak diplomáciával, egy kazak konzulátus létrehozására tegyünk javaslatot. Akkor a kazak kormány megfogadta ezt a kérésünket, támogatta is, és 1998-ban meg tudott nyílni Karcagon a kazak konzulátus. Hát ennek már 20 éve, és egy kicsit nosztalgiázunk, visszaemlékszünk a hősi korszakra. Azóta Magyarország és Kazasztán stratégiai partnere lett egymásnak. Személyes vezetők között nagyon jó kapcsolat van. A türk népek találkozóján ott vagyunk az asztal mellett, hiszen képviseljük azokat a türk gyökereinket, amelyek nem csak a kun kipcsák, hanem a magyar népben is megvannak. És hát természetesen a kulturális, gazdasági, politikai kapcsolataink is egyre szorosabbak, egyre több olyan pont van, ahol tudjuk egymást segíteni és támogatni. Ennek köszönhető az, hogy többek között a kereskedelmi kapcsolatunk 2017-re 200%-kal növekedett meg. Nagyon bízom benne, hogy ez a tendencia folytatódni is fog. A nagykunság fővárosának hogyan látja a szerepét ebben? Karcagnak egy kis mustármag szerepe volt ebben, hiszen Karcag volt az, aki a diplomáciai mezőn elindította azt, hogy Kazasztánnal szorosabbra fűzzük a kapcsolatokat. Ne felejtsük el, hogy ebben a régióban csak Budapesten volt kezdetben nagykövetsége Kazasztánnak is. Innen látták el 7 másik országnak a képviseletét. Ugyanúgy, ahogy Magyarország egyébként 1993-ban megnyitotta akkor még Almatiban a nagykövetségét, és onnan látott el jó néhány országot. Tehát egymásra találtunk, ez a kapcsolat megmaradt, egyre szorosabb lett. Nagyon bízom benne, hogy Karcagnak az a szerepe, ami az indításkor megvolt, az megmarad. Ki tudjuk venni a részünket abból, hogy akár a testvérvároson keresztül, akár a megyei közgyűlés, megyei kapcsolataink keresztül a civil diplomácia, a népi diplomácia is erősíti majd ezeket a kapcsolatokat. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő polgármesterként nagyon sokat tett azért, hogy megnyílhasson ez a konzulátus. Gondolom, hogy ma is fontosnak tartja, hogy 20 év után is jól működjön. Karcag ma is azzal dicsekedhet, hogy diplomáciai képviselet van a városban, és én örülök annak, hogy a kazak-magyar kapcsolatok igazolták azt, hogy a diplomáciára, az ilyen konkrét kapcsolatépítésre szükség van, van ennek létjogosultsága. Elég arra gondolni, hogy Magyarország ma jelentős mennyiségű vetőmagot exportál Kazasztánba, annak egy részét itt a város határában termelik meg, de a magyar mezőgazdaság előtt más lehetőségek is állnak, hiszen növényi szaporítóanyagot, gémmegőrzési programot is sikerült eljuttatni, illetve működtetni az elmúlt években. Én bízom abban, hogy lesz folytatás, és a konzulátus az egy jó alap arra, hogy a kapcsolataink bővüljenek. Karcagon azért sok alkalommal találkozhatunk azok delegációkkal, akik a kultúrájukat is, ételeiket is bemutatták, és azért kezdődő gazdasági vállalkozások is alakulnak. Hát ma a világ az már látszik, hogy teljesen nyitottá vált, és egy olyan rangos települések, mint Karcag, amely a nagyjogoság fővárosa az életé, ez a mindennapi ész hozzá tartozik az is, hogy határon túli magyarok, testvéreink és a távolabbi országokban élő rokonaink is meglátogatnak bennünket, de egyáltalán egy diplomáciai pesgés az volt és van is a városban, erre a mostani alkalom is egy jó példa. Én bízom abban, hogy a Kazak Köztársaság nagykövete is hamarosan megérkezik a mai programra. Horváth László 20 éve látja a tisztelő kazak konzuli címet. Hogyan kapcsolódott a kazak nép kultúrájához és a kazakokhoz? A történet 1994-ben kezdődött, amikor Varga Mihály, ma már miniszter úr, akkor még országgyűlési képviselő kért meg arra, hogy ha időm és energiám engedi, akkor kapcsolódjak be ebbe a munkába, és hát egy 4 hosszú év, legalábbis nagyon hosszúnak tűnt, végül sikerült 1998-ban, pont 20 éve megalakítani itt Karcagon az első vidéki tiszteletbeli konzulátust. Azt gondolom, hogy ez volt az első mérföldkő, és hát 20 év távlatából mit tart a legnagyobb eredménynek? Önmagában maga az egész 20 év, tehát annak, hogy történelmi tanúi lehettünk egy független állam
Kazaksztán megalakulásának és utána a kibontakozó eredményeknek. Ma gyakorlatilag Kazaksztán már a világ legmodernebb és legfejlettebb országai közé tartoznak. Ennek ellenére nagyon számon tartják és nagyon becsülik, stratégiai partnernek tekintik Magyarországot. Úgy gondolom, hogy az egész karcagi közösség nagyon sokat tett ezért, hogy ez így alakult. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, mint megyei közgyűlési elnökként is sokat tett azért, hogy Karcagon mennyi hason ez a konzulátus. Gondolom, hogy most is fontosak a kazak-magyar kapcsolatok, országgyűlési képviselőként is követi az eseményeket. Így van, aki a kunságba, kis vagy a nagy kunságba született, itt él, azok pontosan tudják, hogy a kunok gyökerei Közép-Ázsiából, a kazak sztyeppékről erednek, és igazából tartjuk ezt a kapcsolatot. Nem mi vagyunk azok, akik ezt a kapcsolatot felelevenítették, hanem voltak elődeink, nyelvészek, turkológusok, akár kutató emberek, akik a kazak és a magyar, kazak és a kun kapcsolatokat ápolták. Mi csak ezt a munkát folytatjuk, ezt visszük tovább. És hogyan látja, milyen eredménye van annak, hogy Karcagon van ez a konzulátus, tehát karcagiként érzi ennek a hatását? Mindenképpen egy nagyon érdekes dolog, hogy kevés olyan vidéki település van, egy néhány van, ahol konzulátus vagy akár tiszteletbeli konzulátus van. A karcagi egy különleges ebből a szempontból, hiszen egy közép-ázsiai országgal tartunk fenn kapcsolatot. És azt gondolom, hogy jó döntés volt, hogy Karcagra került a konzulátus, hiszen kulturális és a gazdasági kapcsolatokat innen Karcagról át tudjuk látni, tudunk segíteni azoknak az üzletembereknek, azoknak a művészeknek, akik kapcsolatot keresnek Közép-Ázsiába, Kazasztánba, és én azt gondolom, hogy a 20 év bebizonyította, hogy jó döntés volt, hogy ide került a konzulátus, és azt látom, hogy amikor leltárt végzünk, akkor jó munkát is végzett a tiszteletbeli konzul, jó munkát végeztek azok az emberek, akik a két ország kapcsolatát vitték tovább, és a két ország kapcsolatait ápolják. Nagykövet úr, mennyire tartja fontosnak a kazak konzulátust Karcagon? A tiszteletbeli konzulátus intézménye nem csak itt, hanem bármilyen más országban nagy szerepe van ennek az intézménynek. És nekünk ez nagyon büszkeség, hogy itt Magyarországon, Kazasztánnak az első tiszteletbeli konzulátusa itt van. A István Kondor Mandoki szülőföldjén. És persze a István Kondor Mandoki nagyon nagy szerepe volt abban is, hogy nagyon propagálta azt, hogy a kazak-magyar kapcsolatokat, és ennek köszönhetően a Kazasztánnak Közép- és Kelet-Európában nagykövetsége épp Magyarországon nyílt meg, amiből nagyon sok országot vezettek. Milyen kitüntetést hozott most? Ez egy nagyon olyan kitüntetés az Asztánának a 20. évfordulója alkalmából. Ez egy olyan kitüntetés, amely csak azért tüntette ki, akik nagyon nagy, sok munkát végeztek abban, hogy két oldal kapcsolatok fejlesztésébe, a barátsági kapcsolatok ápolásában, és azok, akik a Kazasztánt is propagáltak Európában. Jelentős mértékű a zöldség- és növénytermesztés a közmunkaprogramon belül. Milyen eredményeket értek el ebben az évben eddig? Valóban így van, hogy amikor beindult a közmunkaprogram országosan, akkor ebben Beregfürdés részt vett. Alapvetően két területen, a nagyobbik az a kertészet, és egy kisebbik egy térkőgyártási üzem. A térkőgyártás az csak tavasztól őszig működik, de a kertészet az egész éves munkát ad az ott dolgozóknak. Nyilván ezek nem könnyű dolgok, de bátran mondhatom, hogy Beregfürdőn a kertészet az nagyon jól működik, jó termékeket tudnak gyártani, szeretik a helyi lakosok is, ellátja a kertészet a közintézményeket is alapvető termékekkel. Ott egy gondunk volt korábbi években, az, hogy ezek nagyon szezonális dolgok. Tehát van, amikor bizonyos termékekből dömping volt, annak az értékesítési nehézségei azok megvoltak, és van olyan nyilván, főleg a téli időszak, meg a tavaszi, amikor hiány van belőle. Ezen úgy lehet segíteni legjobban, hogyha ezeket feldolgozzuk valamilyen formában. Erre volt egy nagyon lehetőségünk, hogy
egy BMS pályázatot nyertünk erre, 100%-os támogatást jelent, és egy kisebb feldolgozóüzemet tudtunk építeni. Azért ez a kis bizonytalanság, mert már majdnem teljesen kész van. Gyakorlatilag október 31-ére megvan teljesen. A feldolgozást azt elsősorban azokra a termékekre koncentráljuk, amiket mi magunk termelünk meg. Kezdeni is ezekkel fogunk, a zöldséggyümölcs, tehát a savanyításokkal kezdünk. Ez a terv, és majd a jövő évben akkor tudunk olyan dolgokkal is foglalkozni, amit ugyancsak tud ez a feldolgozó, a gyümölcsök. Tehát először a savanyítás, sok vannak különböző savanyításokat, savanyúságokat akarunk csinálni, és jövőre pedig kezdjük, ami már gyümölcsből is lehet, akár lekvárokat, befőtteket, ami már hőkezelést is igényel, olyan dolgokat. Erre a vállalásunk az, tehát feltétel volt a pályázat megnyerésénél, hogy legalább 5 főt kell foglalkoztatnunk, olyanokat, akik korábban közmunkások voltak, közmunkások közül kell kiemelni, de erre már semmilyen támogatást nem kapunk. Tehát a zöldséggyümölcs feldolgozónak az üzemeltetését azt november 1-től kezdve teljesen önerősen kell csinálnunk, meg kell termelni hozzá a bevételeket. Azt tudjuk a tapasztalatból, hogy ez nem egy könnyű dolog. Az elején mindig akadnak nehézségek, amíg mindenki beleszokik, beletanul rendesen. A piac kialakítása az egy nagyon fontos dolog. Ahogy mondtam, az alapanyagokat elsősorban mi szeretnénk megtermelni. Nyilván lesznek olyan dolgok, amiket vásárolnunk is kell. Itt elsősorban a környékről szeretnénk gyümölcsöket vásárolni, esetleg ha kell, akkor más mezőgazdasági termékeket is. De gyümölcsöt az biztos, hogy kell vásárolnunk, és úgy vannak már olyan tárgyalásaink, hogy környékbeli településeknél honnan vesszük meg ezeket, nekik is jó, nekünk is jó. A piac, tehát az eladási rész, az még egy nagyon fontos rész, mert hiába termelünk sokat, reménység nagyon jót, hogyha nem tudjuk letenni, és nyakunkon marad, akkor jobb lehet, nem csinálunk semmit. Itt két irány van, amit tervezünk, mind a kettő fontos. Abból indultunk ki, hogy Berekfürdő most már azt mondhatom, hogy sajnos csak turizmusból él, mióta az üveggyár megszűnt, ez egy nagyon fájdalmas dolgunk nekünk, munkalehetőség szempontjából is. Annak viszont nagyon örülünk, hogy a turizmusunk az ilyen erős, de gyakorlatilag ebből kell élnünk. Tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy a turizmust minden oldalról erősítsük, nem csak úgy, hogy a fürdőnk van, hanem más dolgot is kell csinálni, így rengeteg kultúra és egyéb programot. És ide akarjuk beilleszteni ezt is. Egyrészt nagyobb kiszerelésű termékeket készíteni, amit a Berekfürdőn lévő éttermek, szállodák, tehát ahol főzés is van, ők fel tudnak használni. Másrészt pedig olyan kis kiszerelésű termékeket, amit úgy szeretnénk megcsinálni, hogy egy olyan címke legyen rajta, ami vonzó, és egyúttal a települést is reklámozza egy kicsit. Amiből kiderül, hogy ez nem egy átlag település, hanem egy nagyon jó turisztikai és gyógyfürdővel rendelkező hely. Úgy reméljük, hogy ezeket jól el tudjuk adni az ide látogató vendégeknek. Mindig keresnek valami apróságot, hogy mit lehet vinni. Ez akkor több szempontból is hasznos lehet nekünk is, nekik is. Miért tartják fontosnak, hogy támogassanak ezt a kezdeményezést, és mit kaptak a gyerekek, és önök hogyan támogatják? Az iskola kezdés, az óvoda kezdés azt gondolom, hogy minden család életében egy nagy váltás, főleg azoknak, akiknek a gyereke először megy mondjuk óvodába. Az iskola kezdést támogatjuk az Ökumenikus Segélyszervezettel együtt most már 8 éve, és arra gondoltunk múlt évben, hogy az óvodásoknak is biztos, hogy szüksége lesz az óvodások szüleinek támogatásra, mert vannak olyan családok, akik ilyenkor nem csak azért gondterheltek,
mert elmegy a kis gyerekük az óvodába, hanem kell ruha, kellenek eszközök, például tisztálkodószerek, és hát vannak olyan családok sajnos ma Magyarországon, akiknek ezt nagyon nehéz biztosítani. No és ebből kiindulva azt gondoltuk, hogy 500 csomagot a segélyszervezettel együtt összerakunk, amelyben tisztálkodó eszközök, mindenféle ruhák, tehát pizsama, benti cipő van, kreatív eszközök, hát ami mind kell alapvetően egy óvoda elkezdéséhez, és hát ebből most Szolnokon közel 140 darabot osztottunk ki ezen gyerekek számára, akik tényleg rászorulók. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!